Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. A betániai vacsora után a 12 közül az egyik, akit Karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük. Mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom Jézust? Azok 30 ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. Kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz. Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát? Ő így felelt. Menjetek be a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki. A mester üzeni, közel van az én időm. Tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát. A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, Jézus a 12 tanítványjal asztalhoz telepedett. Miközben ettek, így szólt hozzájuk. Bizony, mondom nektek, közületek egy valaki elárul engem. Erre nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték őt. Csak nem én vagyok az Uram. Ő így válaszolt. Aki velem egyszerre nyúl a tába, az árul el engem. Az emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Erre Júdás, az áruló is megkérdezte. Csak nem én vagyok az, mester. Ő így felelt. Te magad mondtad. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Az evangélium tanítása legyen a bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim! Ebben a történetben, ebben az evangéliumban két párhuzamos történet is van, és itt jobban Júdás esetére kerül a hangsúly. Talán azt gondolhatnánk elsőre, a Júdás, mint hogy előre erre lett volna elrendelve, hogy ő lesz az, ő tölti be azt a szerepet, aki elárulja Jézust. Amikor Jézus kiválasztotta Júdást, nem azért választotta őt Jézus, hogy legyen valaki, aki majd őt elárulja. Ő is megkapta az esélyt, megkapta a lehetőséget arra, hogy hirdesse Isten országát. És amikor Júdás igent mondott Jézus hívására, ő sem úgy kezdte az apostoli hivatását, hogy na itt egy jó kis anyagi lehetőség van, anyagi forrásra tehetek szert. Nem erre mondott igent, hanem minden bizonnyal ő is lelkesedett azután a hivatás után, amelyre őt az Isten meghívta. Mi is lehetünk hasonlóképpen, mi is gondolhatjuk azt, és hogy az apostolok is feltették a kérdést, csak nem én vagyok az Uram, aki elárullak téged. Nyilván nem ezzel a céllal kapcsolódunk az Istenhez, nem ezzel a céllal mondunk igent az Istennek. Viszont ahhoz, hogy valami nagy bűnt, valami bűn eluralkodjon rajtunk, nem ott kezdődik, hogy egyik pillanatról a másikra elhatározom, hogy én súlyos bűnt akarok elkövetni. Nem ott kezdődik, hogy az egyik pillanatban még igaz emberként élek, a másikban pedig már az Isten ellen fordulok. Minden bizonnyal Júdás életében is ott kezdődött a dolog, amikor a kisebb dolgokra, a kisebb bűnökre kezdett igent mondani. Amikor kisebb kísértésekre igent mondott, amikor a kisebb bűnökre igent mondott, és mi is hasonlóképpen lehetünk így a világban, amikor még nem súlyos dologgal kísért minket az ördög, csak apróságokkal, azzal hiteget bennünket, hogy mindenki így él, ezt még meg lehet tenni, ez még nem halálos bűn, ez még bocsátos bűn. Aztán szép lassan a lelki ismeretünk elalszik, aztán jönnek a nagyobb bűnök, amire már nem fog úgy jelezni a mi lelki ismeretünk, és talán azokra is előbb vagy utóbb igent fogunk mondani, bele fogunk egyezni, míg végül eljuthatunk odáig, amit maga Júdás is tett, hogy az Isten ellen fordulhatunk.
Mindig, amikor vétkezünk, valamilyen szinten a szeretet kapcsolatot Istennel és embertársainkkal megsértjük. Nekünk nem beleegyezni kell a bűnbe, nem jóvá hagyni kell, bár az ember bűnre hajló, és mindig ott lesz benne annak az esélye, hogy elbukjon az ember, de ahogy korábban is mondtam, a különbség az igaz ember és nem igaz ember között az, hogy az igaz ember föláll az elesett állapotból. Kérjük az Istent ezen a nagy héten, hogy alakítson bennünket, hogyha bár el is esünk, ne egyezzünk bele a bűnbe, ne maradjunk a földön, ne adjuk fel azt a küzdelmet, amelyre meg vagyunk hívva, hogy hát én már menthetetlen vagyok, hanem mindig éljünk az Isten irgalmával, éljünk a szent gyónással, azzal a szentséggel, amelyet Jézus számunkra adott, hogy ezáltal nem csak, hogy megtisztít bennünket bűneinktől, hanem folyamatosan meg akar bennünket erősíteni, és abban az értelemben, hogy még a hétköznapok kis bűneire is, kis dolgaira is mindig hűségesek tudjunk maradni, ha pedig elesünk, hogy legyen bátorságunk kérni segítséget az Istentől, hogy emeljen fel bennünket.